Régen, 80 évvel ezelőtt a Líceum és a kaszinó épületének sarkán egy-egy zászlóval jelezték, hogy mikor nyit a városi jégpálya, ami akkoriban a mostani Szent Mariai Tibor városi stadion helyén volt. Minden az időjárástól függött. Ha zord volt a tél, akkor akár 30-38 jégnappal is számolhattak a korcsolyázók. Jóval kedvezőbb helyzetben van az, aki ma szeretne Egerben korcsolyázni. Nagy örömmel nyitom meg ezt a jégpályát, amely terveink szerint egészen február 28-áig működik majd. Ez pedig azt jelenti, hogy az ismét az érsekkertben, a Kemény Ferenc sportcsarnok szomszédságában felállított fedett műjégpályának köszönhetően 90 napos jégidővel számolhatnak az érdeklődők. A december 1-i megnyitón a polgármester kiemelte, tanítási napokon 8 és 14 óra között az óvodai és iskolai csoportoknak a belépés ingyenes, mint ahogy ebben az időszakban az egri lakcímmel rendelkező felnőtteknek is. Remélhetőleg minél több iskola él ezzel a lehetőséggel, és akár a testnevelés órákon is korcsolyázhatnak majd a gyerekek. Szombaton elsőként a lenkeisek vették birtokba a jeget, akik még ajándékot, szaloncukrot és Mikulás csokit is kaptak a polgármesteri hivatal és a sportiskola jóvoltából. Még kiskoromban eljöttünk szüleimmel ide, akkor is korcsolyáztam, most az iskolánk előtt is van egy műkorcsolyapálya, azon is kiszoktunk menni délutánonként. Én szeretek korcsolyázni. A hétvégén tesztüzemben működött a pálya, még hízlalni kell a jeget. Többen voltak olyanok, akik eddig a végvári vitézek terén levő kis műjégpályán gyakoroltak, de most átjöttek a nagy jégre. Ez a pálya az jobb, mint az, mert ez ugyebár nagyobb is, nekem jobban tetszik ez. A jégpályát az érsekkert felől külön kapun lehet megközelíteni. Minden további információ a Városi Műjégpálya közösségi oldalán megtalálható.